Az egy kalapén következő vendége sokak szerint egy élő lexikon. Az országban legtöbben csak kvízmesterként hivatkoznak rá, ő vezette ugyanis a világhírű vetélkedő magyar verzióját, a Legyen Ön is Milliomost. A kereskedelmi televíziózás egyik leghíresebb alakja, mára már nyugdíjba vonul, de a Demokratikus Koalíció elnökségi tagjaként foglalkozik még közélettel. Őszintén mesélt az RTL klubbal történő szakításáról. Ezt tudod azt, hogy fegyveres őrök vigyáztak a számítógépre? Így. Na most képzeld ezt el, amikor én próbálok segíteni neki aljas módon, és rosszul tudtam a választ. Hogy hozza össze az, aki van ebben ilyen, íz? Hogy vágó is már rosszul tudta a választ? Igen. Én nem szépen váltam el az RTL-től, az én hibámból. Mi volt ez? Nem mondom meg. De tudtak róla, hogy át fogsz menni a TV2-höz? Erről van szó. Mm. Gondoltam, hát más, gondoltam, hogy nem ajtócsapkodás volt. Enne, hanem... Igen, erről van szó. És hát a feleségem ezt nem bocsátja meg nekem. A változásokról, melyet a politika hozott az életébe... 2007-ben és 2008-ban, remélem jól emlékszem, én voltam a legnépszerűbb közszereplő. 2008-ban tudtam, hogy ha én állást foglalok bármelyik oldalon, akkor ennek vége. Ez gyorsan változik. Igen. Ez változni fog. De én azt mondtam, hogy ez megéri, és mostanában látom, hogy kifejezett nácik, tehát vállaltan nácik nem szeretnek engem. Én azért lettem DK-s, mert egyetértek azzal, ami a DK zászlajára fel van írva, tehát az alapelvekkel, és egészen addig megyek veletek, amíg egyetértek vele. Abban a pillanatban, hogy látom, hogy egy kicsit ez így erre megy, arra megy, már nem az van, nem úgy van, akkor én kiszállok. Elmesélt egy történetet a szkeptikusságával kapcsolatban, ami miatt mai napig lelkiismeret furdalása van. És akkor nagyon beteg lett, és én felmentem hozzá meglátogatni. Akkor már ágyban fekvő volt. És mellette volt egy ilyen furcsa cső, amiben volt egy kristály, és felé volt irányítva. És kérdeztem tőle, mi ez? Azt mondja, hát ez pozitív energiát ad nekem. Mondom, Jancsi, hát te műszaki, te mérnök ember vagy. Te ezt a hülyeséget elhiszed, és nem bocsátom meg magamnak. Nem bocsátom meg magamnak. Nem kellett volna ezt mondanom. De ő is tudta, és azt mondta, most figyelj, hát ha. Uh-huh. Nem segített rajta. És ezúttal én kérdeztem, de nem lehetett használni a közönség segítségét. Művelt vagy inkább vagy okos? Látunk téged már reklámozni MLM céget, látunk már téged reklámozni hitelközvetítő céget. Bánod, hogy ezeket elvállaltad utólag? Tehát, hogy a kor az feltétlenül érdem? Jó, te hogy látod egyébként Gyurcsány Ferenc felelősségét a 2006-os cselekményekkel kapcsolatban? Egyébként beképzelt vagy? Miért volt fontos megalapítani a Szkeptikusok Társaságát? Mi a véleménye Márki-Zay Péterről? Ha kíváncsi vagy, milyen a kapcsolat a feleségével, vagy hogy van-e számára szimpatikus vallás, miért tartotta egykor gyávának Sebestyén Balást, és hogy valóban a tartalékaiból éle az ország kvízmestere, mindenképpen tarts velünk! Egy kalapén 30 Vágó Istvánnal, szerdán a Showtime YouTube csatornán. Mert én ilyenkor felszoktam emelni a hangomat, hát, és tudom. Elkezdek ki a... Most csöndbe legyél!